ti is mindannyian valahogy apostolok lesztek, vagy. Fundamentális teológiát, avagy magyarul alapvető hittan előadást hallgatnak a Brenner János Papnevelő Intézet másod- és harmadéves hallgatói. Egy másik teremben pedig a reneszánszkorról tanulnak éppen az első évesek. Az ország többi papneveldéjéhez hasonlóan a győri szemináriumban is 6 évig készülnek fel a növendékek a papi hivatásra. Főként mi tanulni vagyunk itt, tehát azért a napunknak a nagyobb részét mondhatjuk így, hogy a tanulást teszi ki. Ugye délelőtt nálunk is tanítás van, mint más felsőoktatási intézményekben, nekünk is vannak mindenféle tantárgyaink, és ezeket próbáljuk, vagy ezekben próbálunk minél jobban elmélyedni. És hát természetesen délután is van nekünk tanulóidőnk. Az, hogy ugye mi kisebb létszámban tanulunk itt a főiskolán, ez általában megkönnyíti a mi helyzetünket. Persze ennek is van egy pozitív és ennek is van negatív oldala, de én a saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy szerintem könnyebb egy ilyen kisebb közösségben tanulni, könnyebb a tanárokkal, a professzorokkal is a kapcsolatot tartani, meg azt gondolom könnyebb odafigyelni, könnyebb a lépést fölvenni és tartani a lépést egy-egy fél év során. Csenges éjünkön át, s csillancs elénk köréken játékunkat, a reményt. A hívek nagybőjtben és adventben is bekapcsolódhattak a kispapok esti imájába az interneten keresztül. Az imádság szerves része a szemináriumi mindennapoknak. Vannak közösségi ima alkalmaink, amelyek igazán úgy megadják a napnak a szerkezetét, reggel, délbe, este, ezek úgy felépítik, összefogják a napunkat, és azt gondolom, hogy fontos is, hogy együtt is imádkozzunk közösségbe, de természetesen mindig van idő arra, hogy az ember magában egyedül is tudjon imádkozni, hiszen az egyéni ima életben ez is nagyon fontos, hogy az ember egyedül is el tudjon mélyedni, és Isten jelenlétébe tudjon helyezkedni, úgyhogy azt gondolom, hogy van mind a kettőre lehetőség, és szükséges és fontos is mind a két ima forma, a közösség és az egyén is egyaránt. Az imádság és a tanulmányok mellett jut idő szabad időre is, bár a járvány ezt most némileg átírta. Van elég sok lehetőség itt a szemináriumon belül, kezdve nagyon egyszerű dolgoktól, például ugye nekünk van minden nap szabad időnk délután, akkor ki lehet menni a városba, de van közösségi terem, ahol összegyűlhetnek a kispapok együtt, kisebb csoportokban, nagyobb csoportokban, van konditermünk, de hogyha a házfalaink kívülre akarunk tekinteni, akkor szoktunk hangversenyekre járni, persze most nem ebbe a vírusos időszakba, de egyébként szoktunk hangversenyekre járni, színházba járni, úgyhogy széles a paletta, úgyhogy azért nem unatkozunk. Visszatérő alkalom a szeminárium életében a nyílt nap. Erre a papi hivatás iránt érdeklődő fiúkat, férfiakat várják. Ez idén online lesz, mégpedig február 20-án, szombaton. Alapvetően abban szeretnénk őket megerősíteni, hogy az a 6 év, amit itt ebben az intézményben eltöltenek, az valóban segíti a lelkipásztori fölkészülést, információszerzést, illetve a gyakorlati tárgyaknak az elsajátításával, pedig a hívekkel való közvetlen kapcsolattartást. Amit tapasztalunk, az az, hogy ahogyan a házasságkötések is nem mindig olyan könnyen köttetnek, mert a döntés nincs meg mögötte, talán mai fiataloknak legnehezebb ezt a döntést, a végleges döntést meghozni. Másképp viszont nem beszélhetünk papi hivatásról, itt egy életre köteleződünk el, azzal a Krisztussal, aki bennünket meghív erre a szolgálatra. A kihívás azért nagy, mert bár minden tanárunk megtesz mindent azért, hogy fölkészítsék őket a papi szolgálatra, de nagyon nagy kihívás, hogy valóban mi az, ami rájuk vár. Tehát annyira változik a világ, járvány nélkül is, hogy megfelelni ezeknek a kihívásoknak kifejezetten egészséges emberi karaktert kíván. Míg korábban többnyire közvetlenül az érettségi után jelentkeztek püspöküknél a papság iránt érdeklődők, manapság sokan már egy szakmával vagy egy diplomával a zsebükben mondanak igent. Arra nincs recept, hogy ki az, akit Isten meghív a papi szolgálatra, de a prefektus atya néhány ismertető jelet felsorol, ami a papi hivatásra utalhat. Először is legyen meg benne a vágy, hogy az emberek és Isten szolgálatára érezzen egy hívást. Tehát nagyon hétköznapi dolgokkal kezdődik. Például szeret az oltár körül segíteni, szeret az egyházközségben jelen lenni, szeret egy-egy korosztállyal foglalkozni, nem retten meg attól, hogy a kórházban betegeket látogasson. Ugyanakkor szót ért a fiatalokkal is, meg idősekkel is. Tehát, hogy eléggé az emberre legyen kíváncsi az, aki jelentkezik papi hivatásra, és legfőképpen legyen párbeszédben az Istennel. Tehát olyan ima élete legyen, ami mindehhez a hátteret megadja.
Enélkül nem beszélhetünk papi hivatásról, próbálkozásról igen, de nem igazi papi hivatás. Mindig fontos, hogy a hivatás az egy beágyazott hívás legyen, tehát nincs maszek kereszténység, nincs maszek papság, biztos, hogy van közvetlen Isten kapcsolat, de mi a közösségi egyházban hiszünk. Tehát egy hivatás az adott közösségben születik meg. Ott imádkozzák ki, ott készséges a család arra, hogy elengedje a fiát a papi hivatásra, és ott van plébános, akivel ő szót ért, illetve a plébános az, aki a mindennapi életben látja, hogy a jelentkezőben esetleg egy pillanatnyi vágy, egy fellángolás, vagy valóban papi hivatásról van szó. A nyílt napra a szeminárium honlapján lehet jelentkezni. Ott meg kell adni a nevet, e-mail címet és a plébánia nevét. Az elektronikus elérhetőségre érkezik majd egy meghívó arra az online felületre, amelyen követhető lesz a nyílt nap. Itt az elöljárók és a kispapok bemutatják a papság felé vezető utat, majd kiscsoportos beszélgetések lesznek, ahol a résztvevők feltehetik kérdéseiket is. A papság iránt érdeklődő középiskolásokat, felnőtt férfiakat február 20-án 10 és 12 óra között várják a győri szeminárium online nyílt napjára.